Jelentős változásokon esett át a nyári szünetben a Mátészalkai futballcsapat. A legutóbbi szezont 4 edzőváltással a 12. helyen záró együttestől 16 futballista távozott, mindössze 4-en maradtak, így gyakorlatilag teljesen újjá kellett építeni a csapatot. A vezetőség a fiatalitás mellett döntött, támaszkodva saját utánpótlásukra. Leültem a szakosztály vezetésével, és abban állapodtunk meg, hogy fiatalokra építsük a új szezon csapatát, és én csak azt támogattam, előző bajnokságban U17-es és U19-es bajnokságban MB2-ben játszó csapataink voltak, hogy ezekből a fiatalokból próbálják a vázát, a gerincét, illetve a maradókra is számítva ennek a csapatnak a vázát és gerincét kialakítani. Ezzel meg is kezdődött a felkészülés, 11 játékos, új játékos érkezett hozzánk, a 4 maradók listájáról felkerült játékossal, illetve az U19-es csapatból 5 játékos csatlakozott a felnőtt kerethez. Így kezdtünk meg a felkészülést. Úgy gondolom, hogy ez a fiatal csapathoz kellett egy rutinos edző, aki a megyei bajnokságban már több csapatnál is megfordult. A csapat szakmai munkáját Opre Mihály irányítja. Az MMTK a nyitófordulóban 5-2-re verte a Rakamaszt, majd 3-3-as döntetlent játszott Nagyeseden. Aztán következett egy 5-0-ás vereség Mándokon, legutóbb pedig a Kótai ellen nyert 2-1-re a Szalka. Értékesnek értékelem a itthoni győzelmeket is, mert tulajdonképpen nem lehet mondani, hogy gyenge csapat van a 16 csapat közül, de azért fájó a Mándoki 5-0, mert nem volt a csapat közt annyi. Az első félidőben Mándok nagyon jó futballozott, tehát lefutballozta bennünket, 2-0-ra vezettek, a második félidőben meg a miénk volt. Tehát ha rugunk gólt, akkor lehet volna bármi. Így meg kaptunk egy gólt 3-0-nál, itt a 2 gól nem kellett volna, ez fájó egy kicsit. A nyáron érkező Barnusz Gergő szerint egy jó hangulatú, motivált csapat épül Mátészalkán. Nagyon jól érzem magam itt a csapatban, egy fiatal csapat vagyunk, úgy gondolom, legidősebb játékosunk ugye 27 éves, tehát ez valamikor a pályán hátulütőként is szolgálhat, hogy még nem vagyunk annyira rutinosak, de azt mondom, hogy hangulatában, illetve csapategységében mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat, és igazából játéktudásban is azt kell, hogy mondjam, hogy technikailag majdnem, hogy mindenki nagyon jó, illetve taktikailag még van mit fejlődnünk, de ugyebár ez a korunkból is adódik. A Mátészalkai MTK 4 másik csapattal egyetemben eddig 7 pontot szerzett, és jelenleg a 7. helyen áll a tabellán. Opre Mihály együttese legközelebb, amíg pont nélküli Dongrád otthonában lép pályára.